Arra gondoltam, hogy egy picit segítsük az összeolvasást, hogy tudjál gyakorolni. Bemutatok lappárokat, hogy hogyan is kell összeolvasni, és gondoltam, hogy ebből majd több videót is csinálok, több kártyával. Így most, mivel a kártya elején vagyunk, a bolondot raktam ki, és megnézzük, hogy a bolondot más lapokkal szemben, mellett, hogyan is tudod összeolvasni. A bolond egyébként ugye az elindulásról szól, ez most a látnok taró, amit ide kiraktam, és azt mutatja, hogy egy váratlan helyzettel kell majd szembenéznie. Ezt jelképezi a kitörő vulkán a háttérbe, de ez majd még odébb van, és a szakadék szélén állva mutatja, hogy ezért itt egy járatlan út van, tehát még nem látjuk, hogy merre tud tovább menni. Tehát ezt az elindulást nézzük, hogy hogyan egészíti ki egy-egy másik lap, mire figyelmeztet, mire hívja fel a figyelmedet. Na nézzük akkor az első lap, amivel párba összeolvassuk, a kardlovag. A kardlovag, mivel egy elég vehemens kártya, ugye lát, hogy egy nagyon gyors elindulást mutat, ezért tulajdonképpen erősíti ennek a váratlanságát, hiszen a bolond elindulása mellé egy ilyen nagyon hirtelen energia jön, tehát azt mutatja így együtt a két lap, hogy nagyon gyorsan el kell hagynod azt a helyet, azt a helyzetet, ami eddig biztonságos volt a számodra, és igazából ki kell törni azokból a keretekből, ahol eddig voltál, hiszen a kardlovag az egy ilyen kitörő energia, és igazából ilyenkor nagyon sok erőd van ahhoz, hogy változtass. Tehát azt mutatja, hogy itt a gyors változás nagyon sok eredményt fog hozni a számodra, tehát nem érdemes nagyon gondolkodni ezt a helyzetet, hanem gyorsan változtatnod kell. Mivel a kardlovag azért kommunikáció területére is visz, azt mutatja, hogy érdemes nagyon nyíltan és egyenesen kommunikálnod, és ez nagyon sokat fog segíteni a tovább lépésben. Na nézzünk egy másik lapot, hogy mit mutat a bolond mellett. Nézzük ezt a következőt. Csillaglapja. A csillaglapja egy nagyon passzív lap, ugye pont ellenkező, mint a kardlovag volt, hiszen itt a hölgy tért el és öntögeti a vizet. Tehát ez azt mutatja, hogy ez az elinduló energia, ami a bolondnál volt, ez egy picit megtorpan, és igazából az érzelmek területére visz téged. Tehát az elindulást úgy tudod így megvalósítani ezzel a két lappal, hogyha odafigyelsz arra, hogy mire vágysz, milyen érzelmek mozgatnak, figyelsz a belső hangodra, és mindig az intuíciód szerint lépsz, a szerint cselekedsz. Tehát így együtt ez az elindulás ezt a fajta minőséget hozza a számodra. Na nézzünk még egy lapot a példa kedvéért. A kehely 8-as. A kehely 8-as egy lezárásról szól, méghozzá egy kapcsolat lezárásáról, ami már igazából nem ad számodra új fejlődést. Nem rossz, nem nehéz, csak igazából már nem tud újat mutatni. Ezt onnan is lehet látni, hogy a mögötte lévő kelyhek nagyon szépen egymásra épülnek, és tűzi játék is van a képen, tehát mutatja, hogy nem egy negatív, nem egy rossz dolgot kell ott hagynod, de mégis meg kell tenned, mert tovább kell, tovább szükséges lépned, és ezt az elindulást meg kell tenni. Így a bolonddal együtt azt mutatja, hogy az az elindulás, amit a bolond mutat, az akkor fog tudni megvalósulni, ha érzelmileg távolodsz attól a helyzettől, amire húztad. Ez lehet egy párkapcsolat, de lehet egészen más téma. Mindenképpen olyan, ami érzelmileg érint. Tehát el kell búcsúznod valamilyen régi érzelemtől, vagy egy régi kapcsolattól. Ez egy picit fájdalmas, itt látjuk is az alakon, hogy azért szomorúan lép előre, mégis megteszi ezt a fajta elindulást. Tehát ez az elindulás így együtt a kettő mindenképpen jelzi, hogy először érzelmileg kell megtenned, és utána tudsz majd fizikailag is tovább lépni.
Jó, tehát így látjátok, más-más lap, más-más minőségben mutatja az elindulást. Na, arra gondoltam, hogy majd a többi nagy árkánumból is hozok példát nektek, úgyhogy majd figyeljétek a csatornát, lesz még ilyen összeolvasás gyakorló.